Dr. Rosen háta mögött egy vadonatúj mammográfiai berendezés található, de ne szaladjunk ennyire előre, egy picit kezdjük az alapoktól, hogy mi is az a mammográfia, illetve milyen szűrővizsgálatok kötődnek hozzá. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy itt állhatunk. Mi vagyunk az első intézmény, amelyik az Okfőtől megkapta ezt a készüléket. Ez egy digitális, új generációs mammográfiás eszköz. Ezzel az emlőszűrő vizsgálatait tudjuk elvégezni. Ide hozzánk ebbe a Budakeszi Egészségügyi Központ emlőcentrumába fognak megérkezni a hölgyek, akiken ezzel a mammográfiás eszközzel vizsgálatot végzünk. Bármilyen eltérést tapasztalunk, akkor akár, hogyha a kolléganő itt van, rögtön megcsinálja az ultrahangvizsgálatot, illetve a további vizsgálatokat. Ha nem, találunk eltérést, értesítjük a beteget és visszahívjuk további vizsgálatokra. Eddig milyen módja volt ennek a szűrővizsgálatnak, illetve mivel bővült az új szolgáltatás? Erre a vizsgálatra eddig a második kerületi szakrendelőben volt lehetősége a budakeszi lakosoknak. Itt annyival bővül ugye a szolgáltatás, hogy rögtön közvetlenül ultrahangvizsgálatra, aspirációs citológiára, biopsziás mintavételre van lehetőség, illetve ami a legfontosabb, hogy itt helyben tudjuk ezeket a vizsgálatokat elvégezni, ami azt jelenti, hogy nem kell befáradni a második kerületbe, illetve az ottani várólistát mi itt csökkenteni fogjuk. Egész Buda környékét tervezzük, hogy ellátjuk. Július 1-től már nem csak budakeszi lakosok fordulhatnak majd hozzánk. Mi ennek a módja, ha valaki ki szeretné próbálni, el szeretne látogatni az új intézménybe, mit kell tennie? Ide hozzánk mindenféleképpen beutalóval és időpontra érkezhetnek a betegek. Sok beteget fogunk ellátni, három kitűnő mammográfiás asszisztens kolléganő, illetve hát az orvosi tím fogja itt várni őket. Ami a fontos, hogy mindenféleképpen legyen beutaló, ez lehet legtöbbször háziorvosi beutaló, sebészeti, nőgyógyászati beutalót is ugyanúgy elfogadunk. Ez egy radiológiai vizsgálatnak fog minősülni, illetve beadtuk ugye a kérelmünket a NNGK-hoz, és a szűrőprogramban is szeretnénk részt venni, de ez egy későbbi időpontban fog megvalósulni, akkor már elégséges lesz a kötelező NNGK-s behívó alapján is tudnak jönni majd a kedves betegek, de most az első időszakban a háziorvosi, sebészeti, nőgyógyászati beutalóra lesz szükség. Ha valakinek van beutalója, ez egy teljesen ingyenes vizsgálat? Ez egy teljesen ingyenes, államilag finanszírozott vizsgálat lesz. Egy teljesen új intézményben vagyunk most. A mammográfiás vizsgálaton kívül mire lesz az intézmény, mi feljogosult, alkalmas? Igen, hát ezúton is szeretném megköszönni dr. Rezeködön igazgató úrnak a segítségét, a lehetőséget, hogy ebben a tulajdonképpen egy magánintézmény mellett létrejöhetett egy külön rendelő a Budakeszi Egészségügyi Központ számára. Mi ezt a helyiséget bérelni fogjuk. Itt fog helyet kapni az emlőcentrum, és itt fog helyet kapni az ultrahang diagnosztika a távolabbi jövőben. Így egy plusz rendelőnk felszabadul a teljesen új épületünkben, a Fő utca 98-ban. Így tudunk egy picit megint levegőhöz jutni, teret kapni, tehát tudjuk a bővíteni a szolgáltatásainkat, illetve tudjuk növelni a rendelési időket. Mikor fog megtörténni a legelső szűrővizsgálat? Május 17-én fog érkezni a cég a betanításhoz. Ekkor még a Budakeszi intézményeiből toborzunk tulajdonképpen tesztalanyokat, de ez ugyanúgy természetesen a protokolloknak megfelelően egy teljesen szokványos mammográfiai vizsgálatnak felel meg. Természetesen leletet fognak kapni írásban ezek a páciensek, de ez még nem lesz fenn az ESZT-ben. Várhatóan a nukleáris engedélyezés, ANTS engedélyezést követően június hónapban fog megtörténni nagyjából az első éles neokfinanszírozott ellátás.